A délhevesi hátrányos helyzetű térség felzárkóztatására, a humán erőforrások fejlesztésére nyert el 435 millió forintot Heves a konzorciumi partnereivel. A projektet közösen valósítja meg Boconáddal, Erdőtelekkel, Kiskörével, Tarnamirával, Tenkel, Zaránkkal és a Sors 2002 egészségügyi non-profit Kft.-vel. A nyertes EFO pályázat megkönnyíti a humán szolgáltatásban dolgozók továbbképzését, valamint a diákok és a fiatalok kompetencia fejlesztését. A projekttől a munkanélküliség csökkenését várják. Humán kapacitás növelésre fogjuk majd költeni. Három nagy területünk van végülis ebből a szempontból a humán szektorban dolgozóknak a képzésére, továbbképzésére, illetve az óvodás kortól a felnőtt korral bezárólag az alapképzésben, középképzésben, illetve a felsőképzésben próbálunk egyfajta perspektívát nyújtani. Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a nyertes projekt a települések összefogásának köszönhető, a célja pedig a munkavilágába történő visszatérés elősegítése. Nagyon összetett maga a folyamat. A konyhai fejlesztésektől kezdődően egy óvodai, iskolai fejlesztés, kulturális fejlesztés, társadalmi ösztöndíjprogramok, oktatási programok, egy szóval tényleg az, amitől egy hátrányosnak mondott, de valójában életre való térség nagyon jól tud fejlődeni. A projekt közel három éves időtartama alatt a résztvevőktől hatékonyabb érvényesülést várnak, mind a képzések megszerzése terén, mind a munkaerőpiacon.